Mintegy 1500 résztvevővel tartotta első kongresszusát a Demokratikus Koalíció pártja. Megszavazták azt a politikai nyilatkozatot, amely elfogadja az ellenzéki kerekasztalra való meghívást, és sürgeti a szerintük az önkényuralmi rendszer leváltását. Gyurcsány Ferenc szerint a kormányfőnek mennie kell, ugyanakkor az utána jövő irány kijelöléséhez szerinte nagyfokú nyitottságra és toleranciára lesz szükség. A volt miniszterelnök azt mondta, tanult a kormányzás 8 évének hibáiból. Egy Grammy-re jelölt dal a Paradise. 10 hét alatt a Szigetországban csúcsra jutott, erre vonult be a DK elnöke. Orbánnak mennie kell. Magyarország bajban van, a nemzet szétszakadt, a köztársaság elbukott, sorolta az okokat. Nagyvonalúnak és nyitottnak kell lenni, arra például, ahogyan a kormány melletti békemenet képviselői látják ma az országot. Egyet viszont nem lehet szerinte, az unió ellen politizálni. Feltartott kézzel jön haza Brüsszelből, és az első olyan miniszterelnök, aki büszke volt egyébként a maga nemzeti szuverenitására, azt nyilatkozza, hogy az elveit is fel kellett adnia szembe találkozva a többséggel. Az első miniszterelnöke van Magyarországnak, aki ahhoz, hogy megőrizhesse hatalmát, bevallotta, hogy feladja az elveit. Ez kérem szépen igazi nemzeti szégyen. A szónok a kormányfőt vádolta, hogy az kiszolgáltatta a szegényeket a lecsúszó középosztály indulatának. A párt elnökének felszólalása után a megszólalók az elhibázott gazdasági lépéseket és a jogállam lebontását kritizálták. Állítsa helyre a magyar gazdaságba vetett bizalmat. Bauer Tamás a befektetők visszacsábítását, a másik alelnök pedig a jogrendszer visszaállítását nevezte a legfontosabbnak. Ennek szerintem a egy akadálya van a miniszterelnök, mondta az egykori MDF egykori politikusa. Egy barátom mondta nekem, hogy szerinte Orbán Bonapart, gyógyíthatatlan Bonapartiensis nevű betegségben szenved. A kongresszuson a pártprogram egyéves megalkotása indult el. Ez az egyetemi döntést igényel. A politikai nyilatkozatot megszavazták a küldöttek. Ebben a nyilatkozatban mondja ki a Demokratikus Koalíció kongresszusa, hogy elfogadjuk a szervezők felkérését a demokratikus ellenzéki kerekasztalhoz való csatlakozásról. A program elfogadásáról jövő januárban újabb kongresszus dönt majd.